házunk táján. Házi állatok, őshonos házi állatok és házunk körül élő állatok. Valahol a kanyargós út végén varázslatos dombok között parányi házikó található. A deszkapalánkos kerítés mögött most ébredeznek az állatok. Tavasz van. Kelepelnek a gólyák, a tornác alatt pedig füstifecskék fészkelnek. Az álmosító melegben egykedvűen pihennek az állatok. A mosolygós napfénycsóvái szétfolynak az egész udvaron, és ez a meleg ragyogás játékra sarkalja a két kutyát. Örömük határtalan, mert velük van szeretett kisgazdájuk is. Iringó, a puli leány alig fél éve látta meg a napvilágot, már is olyan, mint egy borsszem, apró, de csípős. Még Cserkésznek, a robosztus erdélyi kopónak sincs tekintélye előtte. Élvezik a játékot, mert az éj sötétjében sok gondjuk akadt. Megcsaholtak minden járókelőt, felzavarták a macskát a fára, sőt, egy sünivel is akadt fájdalmas összetűzésük. Valamikor réges-régen, amikor még nem voltak gépek, és csak kevés ember élt a földön, a természet törvényei zavartalanul uralkodtak mindenek felett. Határtalan erdő és ingoványos vízi világ volt, házak, utak és szántók nélkül. Ahogyan egyre több ember népesítette be a földet, úgy kezdett minden megváltozni. Az embernek enni és ruházkodni kellett. A földet felszántotta, állatokat tartott, melyek munkáját segítették, élelmet és ruhát adtak neki. A háziállatokat a vadon élő állatokból tenyésztette ki az ember hosszú évezredek alatt, kitartó munkával. Az erdélyi kopó például segít a vadászaton, a puli a juhokat tereli. Mind a kettő becsületesen őrzi a házat, és odaadó barátja gazdájának. A disznót a húsa miatt tartjuk. A tyúk tojást ad, a tehén tejet, a juhnak a bundája hasznos. A ló pedig erős munkatárs és remek sporttárs. Honfoglaló őseink is tartottak házi állatokat, amelyek együtt vándoroltak velük, így jutottak el a Kárpát-medencébe. Az évszázadokon keresztül tenyésztett régi fajták még ma is megtalálhatók hazánk területén, mint például a híres magyar szürkemarhák, a pödröt szarvú rackajuhok, a mangalica sertések és a bivajok. A háborítatlan vadonban és a vizek varázslatos birodalmában egymásra utaltságban életközösségben élnek az állatok és a növények. Az úr, a gazda, a nagy természet. A lakott területeken azonban a törvénykezésbe az ember is beleszól. Az élőlények közössége itt más, mint például az erdőben. Az úr már nem csak a természet, a kormányzásba beleszól az ember is. Házi állatot tart, amely mellett további élőlények jelennek meg. Baromfi udvara körül róka ólálkodik, terményét rákcsálók dézsmálják, azokra bagoly leselkedik, kerti növényeit rovarok látogatják. Nézzük hát, milyen élőlényeket láthatunk közvetlen környezetünkben. A Baromfi udvarban sokféle állat fér meg egymással. Itt lakik a tyúk, a liba, a kacsa, a pulyka, a nyúl, a galamb, de olykor még egy-két kecske is. A házi tyúk népes csapatban, társasan él. Több tyúk, jérce és csibe tanyázik együtt a kakas parancsnoksága alatt.
A tarkos ereg kedvelt tartózkodási helye a parasztudvar trágyadombja, amelyen naphosszat kapirgálnak. A természet ehhez kaparó lábat adott nekik. A sem okosnak, sem tehetségesnek nem mondható lármás népség már hajnalban ébred. Mielőtt a nap felkel, élénk kukorékolással társalognak egymással a kakasok. A kakas nagyobb és hivalkodóbb a tyúknál, fejét élénkvörös taraj ékesíti. Amikor udvarol, forgolódik a tyúk körül, csapkod szárnyaival, peckes léptekkel körbejárja őt. A tyúk 3 hétig költi a tojásokat. Amint kibújnak a tojásból a kis csibék, azonnal elhagyják a fészket. Már az első naptól szedegetik fel, amit anyjuk kikapar nekik. A tyúkanyó helyett ma már sok csibét keltetőgépek melege segít a világra, akik a parasztudvarban napos csibeként kerülnek, és éppen olyan könnyen felnőnek, mint azok, amelyeket az anyjuk nevel gondosan. A tyúkok táplálékban nem válogatósak. Magvak, gyümölcsök, gumók, rügyek, giliszta és többféle roval is kedvelt ételük. Erős, kemény, görbült csőrrel szedik fel, és darabolják szét az élelmet. Apró kavicsokat is esznek. Ezek segítik a kemény növényi táplálékok felaprítását zúzógyomrukban. Nagyanyáink kendermagos tyúkja több évszázada él már itt a Kárpát-medencében. Ha nem a baromfi udvarban látlánk, azt hinnénk, a sejtelmes vadon lakója ez a kékes szürke tollú madár, melynek neve gyöngytyúk. Nyugat-Afrikában ma is élnek társai szabadon. Igazában sohasem szelidült meg. Ruházatán csinos gyöngyhár színű pettyek vannak, feje olyan fehér, hogy szinte világít, rajta kék és piros foltok. Igénytelen és edzett fajta. Rovarokkal, magvakkal, levelekkel, rügyekkel táplálkozik. Népes családban él, de civakodó természetét még saját társai között sem tudja megfékezni. Csupasz, bibircses, vörös a feje és a nyaka, a tyúkfélék között már óriásnak számító állatnak, a pulykának. Ez az Afrikából származó lármás teremtmény leginkább a bogyókat szereti csipegetni, de megeszi a füvet, a gabonát, sőt a rovarokat is. Szebb a páva, mint a pulyka, rút, 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 szoktuk mondani, s ez nagyon igaz. Fel is borzolja tollazatát, bár valójában nem haragjában teszi. A felfúvalkodott külsővel hölgyének udvarul a pulyka fiú. Ha a pávára tekintünk, hamar megértjük az előbbi mondást. Az ember őt elsősorban szépsége miatt tartja. A távoli Indiából származó szárnyas jószág kevés és hiú, szépsége tudatában önérzetes és zsarnokoskodó. Fején kecses kis bóbita van, gyönyörű tollazatán szemalakú rajzolat, az úgynevezett páva szem díszlik. Napközben a földön tartózkodik, éjszakára egy faágára telepszik, azt mondjuk rá, hogy felgajjaz. A baromfi udvar mellett sokszor galambdúc is található. A házi galamb a szirti galambtól származik, s talán azért telepedett meg az ember társaságában, mert a magas épületeket szikláknak vélte. Ma már legtöbben kedvtelésből tartják a galambot, de volt idő, amikor a postás szerepét kapta. Leveleket szállított, ő volt a hírvivő. A földúton 3 liba ráérősen ballag. Rejtély, hogyan keveredtek az együgyűség hírébe, hiszen ők egészen értelmes állatok. Hosszú lábaik oszlopszerűen támasztják középen a testüket, így ha a szükség úgy hozza, gyorsan futnak. A házi lúd természetét vadon élő ősétől, a nyári lúdtól örökölte. A libák lábujjai között úszóhártya feszül, ezért úszni is jól tudnak. Hanem azért nem ez a legjellemzőbb tulajdonságuk.
sokkal inkább a bátorságukról híresek, mert kemény csőrükkel védekezésül csípni is tudnak, s ha elkezdenek sziszegni, hát akkor bizony még az embernek is óvakodni kell tőlük. A baromfi udvar lakói is hamar megtanulják, hogy a liba akaratának nem szabad ellenszegülni. Ízletes húsuk és főleg májuk miatt nagyobb gazdaságokban is tenyésztik őket. Ez a kisliba éppen most próbál kibújni a tojásból. Életének első nagy próbatétele bizony igényli is minden csepp erejét. 28 napig volt gömblakásában, s lám, amint megszületik, 1-2 órán belül lábra kell, követi anyját és testvéreit. Étke kizárólag a növények közül kerül elő. Ehhez alkalmazkodott lemezes csőre is, amelynek éles peremei közül a növényi részek nem tudnak kicsúszni. Első látásra a libák nagyon hasonlítanak a kacsákhoz. Miben mások mégis? A liba csőre a tövénél magas, a járása pedig egyenletes. Míg a kacsa csőre a tövénél is lapos, és esetlenül totyogva közlekedik. Ez a komikus tipegő járás azt mutatja, hogy a kacsák inkább a vízi életet kedvelik. Testük csónak alakú, amelyet úszóhártyás lábuk nem középen, hanem annál hátrébb támaszt alá. Fartőmirigyük zsíros váladékát szétkenik torruhájukon, így a víz nem tudja átitatni azt. A kacsa úsztatóban naphosszat szürcsölgetik az iszapot, fel is falnak mindent, ami ott található. A növényektől kezdve az apróbb állatokig. Falánkságuk határtalan, szinte egyfolytában esznek. Szeretik a társaságot, sőt nem csak fajtársaikét, más madárseregbe is vegyülnek, ha megtűrik őket ott. A kiskacsák is tojásból bújnak elő, amelyeken a tojó majdnem egy hónapig ül. A gártér semmit sem törődik a családjával, a nevelés feladata egyedül a tojóra hárul. A kacsamama féltőn óvja kicsinyeit, akik meleg szeretettel csüggnek anyjukon, minden figyelmeztetését elfogadják. A hívójelre hozzá sietnek, s a parancsolja sietve elbújnak. A házi nyúl a vadon élő üregi nyúltól származik. Ólban tartják, szalmát adnak a lája, télen pedig még a hideg ellen is védik őt. Minden ehető növényt jó étvágyjal elfogyaszt, szénát, füvet, káposztát vagy répát. Ő egy rágcsáló emlős. Szinte állandóan eszik, mégsem kopnak el a fogai, azok ugyanis folyamatosan nőnek. Gyáva, mint a nyúl szoktuk mondani, mert a tapsifüles nagyon félénk jellemű. A természet éberséggel, gyorsasággal és ravassággal kárpótolt a bátortalanságáért. A nyúlfélék hosszú hátsó lábaikkal szélsebesen futnak, az ellenség elől cselesen, cikázva menekülnek. Óvatos állatok, látásuk ugyan nem tökéletes, szimatuk azonban jó. Hosszú tapsi füleik nem csak a jó hallást, hanem a testük hűtését is szolgálja. Komoly segítség ez nekik, amikor hosszan kell menekülniük. A nyulak nagyon szapora állatok. Évente többször is születnek csupasz és vak kicsinyeik, akik gyorsan felcseperednek. Az udvarban egy öreg vaskályha árválkodik. Vajon miért ólálkodik körülötte Micike, a nősténymacska? Odalopódzunk, s hát mit látunk? 4 aprócska, törékeny kis cicát. Ide rejtette el Micike a kicsinyeit. Óvatosan közelít vackához, vigyázva lép a kapálódzó kölykök közé. Emberi anya sem gondozhatná nagyobb odaadással gyermekeit. Különösen a kandúr elől kell elbújtatnia őket, mert az elpusztíthatja a csöpségeket. A macska gyerek csukott szemmel jön a világra, s anyja néhány hétig szoptatja őt. A kis cica nagyon játékos, egy gombolyaggal is órákig elszórakozik. Arányos alkatú, csinos kis tigris ő. Kecses,
Hullámos mozdulatai olyanok, mintha nem is lennének csontjai. A macska jó képességű állat, óvatos és furfangos. Nesztelenül lopódzik, kitartóan kémlel. Fejlett éjszakai ragadozó, mivel a sötétben is jól lát. Igen, csak torkos. Leginkább egérre vagy más rágcsálóra vadászik, éppen emiatt olyan hasznos számunkra. Nagyobb állatkákat is megragad, de ha nincs más, beéri kisebb rovarokkal. Tiszta állat, a bundáját állandóan takarítja, emiatt csak nem teljesen szaktalan. Nagy hasznát is veszi ennek a vadászat során. Magányosan szeret élni, s ha választania kell, inkább a lakóhelyéhez ragaszkodik, mint a gazdájához. Egy mondás szerint kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes. Az ember emlékezet óta társunká vált négy lábú nem véletlenül ért el ilyen előkelő helyet a szívünkben, hiszen nagyon sokoldalúan szolgál bennünket. Őrzi a házunkat, tereli állatainkat, segít a vadászoknak, életet ment, de mindenek előtt ő a leghűségesebb barátunk. A világon élő több száz kutyafajta közül most a magyar kutyákat ismertetjük, hiszen őket a mi nagyszüleink vagy az ő elődeik formálták a saját igényeik szerint. A Puli pásztorkodó őseink terelő kutyája volt. Gazdája szeme villanásából már tudta is a feladatát. Egy kis zseniő, intelligenciája, tanulékonysága bámulatos, önálló, hűséges és bátor. Legtöbbjük fekete, de van fehér, sőt szürke puli is. Fekete István ismert könyvének, a Bogáncsnak egy másik pásztorkutya, a Pumi a főhőse. Kiválóan tereli a kondát, mégis a legjobb házőrzők egyike a Mudi. Tanulékony, igénytelen, egészséges fajta. Félelmet nem ismer, igazi vagyonőr, de bármilyen munkára alkalmas a kuvasz. Ahol a koloncos csuhájú komondor őrzi a házat, ott az ellenségnek nem terem babér. A magyar agár a sportvadászat kedvelt ebe. A magyar vizsla világhírű vadászkutya. Gazdája elé viszi az elejtett apró vadat. Rövid és drótszőrű változata van. Az erdélyi kopó, a vaddisznó és a medve vadászatának mestere. Felzavarja a rejtekén lapuló vadat és a puskás elé hajtja. Van rövidlábú, zsemjesárga változata is. A kiskutyák roppant szórakoztató állatok. Ezek az erdélyi kopó palánták a lépcsővel ismerkednek. Egyszer-kétszer bukfenceznek, de mivel szorgalmasan gyakorolnak, előbb-utóbb nagy kutya lesz belőlük. És akkor majd az igazi akadályokat is gond nélkül leküzdik. Len, az Alföld síkvidékén, ahol a nyári napsugarai sárgára perzselik a rétet, a kiskunság végeláthatatlan pusztaságán lovasok zaja töri meg a pacsirtadalt. Mint a szélvihar szelik a levegőt a csikósok, s büszkén vonultatják fel legkedvesebb állataikat. Nem is képzelhető el a magyar puszta fenséges, ménes és szürke gulya nélkül. Mint réthez a fű, úgy tartozik a magyarság történetéhez, a ló. Már Hunor és Magor is az ő hátán vágtatott a mesés csodaszarvas után, hogy általa találja meg az utat szép hazánkba, a Kárpát-medencébe. Be is népesült országunk szebbnél szebb paripákkal, közülük nem is egy világhíressé vált. Ilyen kincs például a bükkfenségon élő magyar lipicai ménes. Az emberiség története összefonódott a ló történetével. Eleinte a húsa miatt vadásztak rá, később a teherhordást kapta feladatául.
Hajdan a ló a mindennapok nélkülözhetetlen közlekedési eszköze volt. Ma pedig egyre több embert ragad magával a szabadidő eltöltésének varázslatos élménye, a lovaglás. A lócsalád gyermekét Csikónak hívjuk, anyja a Kanca, apja pedig a Mén, más néven Csődör. Szép időben a karámban legelésznek. Máskor istálóban tartják őket, ahol jászolhoz kötve békésen rágcsálják naphosszat a szénát. Őseik kisebb termetű állatok voltak. A fejlődés során lábukon az ujjak elcsökevényesedtek, kivéve a középsőt, amely viszont megerősödött. Ezért mondjuk páratlanul juppatásnak őket. A ló szeretetre méltó, értelmes és jóindulatú állat. Emlékező tehetsége kitűnő. Egykori gazdáját még évek múlva is felismeri. Legfőbb gyönyörűsége a futás. A legelőn pajkosan ficánkol, vidáman hancúroz társaival. Mindenféle mutatványra megtanítható. Vágtat, üget, táncol, sőt, még labdázik is. Okos vagy te kis csacsi? Ezt súgja a gazda az egynapos fülesnek. El ne hidd, ha szamárnak csúfolnak. A fölötté bohókás, vidám természetű állat nagyon is jó eszű. Tudták is ezt régen. Az ókorban szamár jelzővel csak bátor, kiemelkedő embereket díjaztak. Ezek az erős állatok nagyon sok terhet cipeltek már a hátukon az emberiség hosszú története alatt. A kis csacsi most még tejet iszik, de ha megnő, a legszerényebb fűvel is beéri, sőt, megeszi még a szúrós bogáncsot is. A néhány napos kismalacok szopni szeretnének. Kitartóan döfködik anyjukat, de hiába. A kocka nem ad nekik kedvükre a tejből, a kicsik csak akkor szophatnak, ha ő engedi. Figyeljük csak! Most egyszerre elcsendesedik az alom, s a malacok olyan mohószopásba kezdenek, hogy szinte megdermednek. Annál inkább röfög az anyjuk, aki így jelzi, rajta, egyetek csemetéim. Egy-két perc és vége a dáridónak. A tejcsapok lezárulnak, a következő szopásig ennyivel kell beérniük. A disznók a párosúlyú patások rendjébe tartoznak. Szemfogaik, főként a kanoknál, veszélyes fegyverré, agyarrá alakultak. Húsos ormányukkal a talajt túrják, étküket így kutatják fel. Mindenevők, növényi és állati eredetű táplálékon élnek. A hiedelemmel ellentétben tiszta, és felettébb intelligens állatok. Évszázadok óta tenyésztették itt a Kárpát-medencében a nagyfülű, rövidlábú, göndörbundájú magyar mangalicát. Az Ázsiából származó állat jól alkalmazkodott éghajlatunkhoz, a szabadban is tartható, szervezete a betegségekkel szemben nagyon ellenálló. A végtelen alföldön, ott, ahol déli báb játszik az ég és a föld határán, és fecskék nyilalnak a forró levegőben, marha csorda legelegykedvűen. Közöttük vörös-fehér foltos magyar tarka és magyar szürke marha egyaránt található. A szarvas marha a hosszú szálú füvet tépkedi, amelyet felületesen rágva nyelle, majd később a gyomrából felböfög. Azt mondjuk rá, hogy kérődzik. A bika és a tehén egyaránt szarvat visel. Ezt az állatot húsa és teje miatt tenyésztjük. Egy tehén olyan sok tejet ad, hogy a saját borján kívül még nekünk is jut belőle. A kisborjú 9,5 hónap vemhesség után jön a világra, és néhány óra múlva lábra áll.
A magyar szürke marhát már honfoglaló őseink is tenyésztették. A télen-nyáron szabadban legeltetett állatok szervezete a természetes tartás következtében rendkívül edzetté vált. A szürke marha jellemzője a teljesen egyenes hát, a hosszú szarv és az elegáns ezüst-fehér szín. A hanság dúska szállóján bivajcsorda legelész. Ez a lomhamozgású, Ázsiából származó állat már honfoglaló őseink szekereit is monszolhatta, amikor hazát kerestek itt a Kárpát-medencében. Nagyon jó indulatú lények ők, mégsem célszerű összetűzésbe kerülni velük, mert hirtelen haragúak és harciasak. Éppen az ilyen nedves mocsaras rétet szeretik, hiszen itt mindig találnak vizet, amelyben aztán élvezettel dagonyáznak. Nagyon mértékletes állatok, a legszárazabb, legízetlenebb növényeket szeretik. Mégis jó ízű, zsíros tejet adnak. A víz és az evés kivételével rendíthetetlenül közömbösek minden iránt. Az ember az erejük miatt háziasította őket. Szoktuk is mondani, erős, mint egy bivaj. A Balaton felvidék szelíd lankáján birkanyáj legelész. A birka, vagy más néven a juh, a legjámborabb állatok egyike, a türelem szimbóluma. Nagyon nehezen hozható ki a sodrából. Ő is párosul juhpatás, távoli rokona a szarvasmarhának. A száraz vidéket szereti, főképp a magasabb területet, ott talál kedvére való rövid gyérfüvet. A vándorló magyarok honosították meg a Kárpát-medencében egy érdekes külsejű fajtáját, a rackajuhot. A hím és a nőstény racka egyaránt ilyen különös formájú, egyenes, hegyes, pödröt szarvat visel. A gyerke 3 hónapig vemhes, a megszületett báránykák hamar követik anyjukat. A racka hosszú, durva szőre, fehér vagy fekete is lehet. A báránykák szőre néhány hetes korig fekete, később kivilágosodik. Megmestert, a szakállas kecskét a szegény ember teherének hívták régen, mert a legsoványabb szénán is megél. Azonban, ha teheti, kedvére válogat, és mivel a fák lombját is szereti, a kertekben nagy tarolást végez. A kecskék és a juhok egyaránt kedvelik a magaslatokat. A kopár, sziklás tájon, a gyérnövényzet ellenére is szívesen legelnek. Eleven, kíváncsi, tréfára hajlamos teremtmény a kecske. Társaival gyakran összekap, a vájonál ővé az elsőbség a Baromfi udvar többi lakójával szemben. Miután jól lakott, békésen kérődzik. Az újszülött kis kecske, akit Gödöjének hívunk, születése után 10 perccel már futkos. Gyorsan nő, 1 év múlva csak nem a teljes nagyságát eléri. Lakóhelyünk környékén még sok más állat is él, amelyek jól alkalmazkodtak az ember élőhelyéhez. Egy kiadós eső után előjönnek földi otthonukból a giliszták. Ez a gyűrűs féreg levegőssé teszi a talajt, és az oly fontos humusz kialakulását segíti elő. Az éticsiga avarlakó. A hátán cipeli a házát, stélen a hideg elől saját gyártmányú mészlemeze mögé zárkózik. A szitakötők a levegőben repkedő apró rovarok félelmetes ellenségei. Hatalmas összetett szemekkel pásztázzák az eget, s jaj annak a rovarnak, amelyet megpillantanak. A fűszálak között imádkozó sáska lapul, rovar áldozatára vár. A zsenge levélen májusi cserebogarat láthatunk, a fatörzsön pedig szarvasbogár üldögél. A 7 pettyes katicabogár a levéltetvek könyörtelen pusztítója, s ezzel nagyon hasznos a mi számunkra.
Ha kertünkben tarka virágok vannak, mindjárt megjelennek rajtuk a szebbnél szebb rovarok. Ez itt a karimás pajzsos poloska. Ez pedig egy karcsú cincér. A kígyószisz kék virágán káposzta lepke legel. A nedves földön gyönyörű admirális lepke, az erdő szélén pedig egy gyöngyház lepke ékeskedik. A lepkék többszörös átalakulás után fejlődnek ki. Ebből a csúf hernyóból például szépséges fecskefarkú lepke lesz. A hernyók nagyon kártékonyak, mert sokan vannak és egyfolytában esznek. A tölgyfa búcsújáró lepke hernyói egymás után menetelnek és hatalmas kárt okoznak a fáknak. A szúnyog hosszú szívókáját döfi belénk, szúrásának helye sokáig okoz viszketést. Ez a légy most egy virágot boldogít, de ugyanígy tapogatja meg az ételeinket is. A fűszálakon nyüzsgő gyepihangyák nem ritkán az otthonunkban is megjelennek. Nagyobb méretű rokonaik, az erdei vöröshangyák a levéltetvek mézédes váladékát szürcsölgetik. Ezek a szorgos rovarok népes családokban élnek, s államuknak törvényeit következetesen betartják. A méhek a virágok porzószálai közé furakodnak, s miközben megtermékenyítik azokat, a virágport magukra, pontosabban hátsó lábaikra sepregetik. Ezt behordják lakóhelyükre, s az ínséges télre elteszik. Szerencsére többet raktároznak, mint amennyit elfogyasztanak, így nekünk is jut az édes táplálékból. Az ember már évezredekkel ezelőtt háziasította a méheket, mivel az általuk termelt mézet nagyra értékelte. A csinos kis koronás keresztes pók szinte mindenütt megtalálható. Rokona, a fehér karolópók éppen most ejtett egy lepkét rabul. A pókok a vadászathoz finom szövésű hálót építenek. Szerencsére nem mindenki idegenkedik a békáktól, hiszen ők nagyon hasznos kis állatok. Ez a leveli béka úgy látszik éppen az időre volt kíváncsi. Jól lehet inkább a zöld leveleken szeret rovarokra lesni. A kecskebékák a vízparton napfürdőznek, de nem lehet teljes az örömük, mert a vízi sikló éppen rájuk vadászik. A hüllők nagyon szeretnek napozni. Ezt a zöld gyíkocskát egy lépcsőn láttuk meg, amint elmerült a szikrázó melegben. A kertet néha tömegesen lepik el élénk és zajos madarak, a seregélyek. Emitt a szajkó, a mátyás madár őrködik csendesen. A fekete rigó dallamos éneke betölti az egész kertet. Egy másik faágon balkáni gerle ringatózik. Amint a virágos tavasz megérkezik, felpesdül az élet a kertben. A rozsdafarkú papa veszélyre figyelmezteti fiókáját. A színpompás kék cinege is szorgosan cipeli a hernyókat kicsinyeinek. Az ágvégeken aprócska madárka az őszapó munkálkodik. Verebek mindenütt találhatók, ők is kártékony rovarokkal etetik fiókáikat. Ekkorra már megérkezett a messzi délről a csengő hangú csicsörke, és fészket rakott a megyfa ágvillájába. Legkedvesebb barátaink, az énekes madarak, meghálálják, ha egy kis gondoskodást kapnak tőlünk. Nyáron a nagy melegben különösen fontos az életadó víz. Elég egy kis edénybe rendszeresen töltenünk, s nézzük csak, milyen sokféle apró éneklő madárkát sikerült oda csalogatnunk vele. Ide járnak a cinegék, a vörösbegy, a barátka, az őszapó, sőt, még a fülemüle is megjelenik, ha a kert az erdő mellett fekszik. Lázasan fürdőznek, legfeljebb egymással pörlekednek egy kicsit.
Mire az aranyló ősz megérkezik, kedvenceink nagy része melegebb helyre, a messzi délre távozik. Akik hűségesen velünk maradtak, megérdemlik a zord télben a segítséget. Egy madáretető a hóviharban igazi menedék számukra. A hideg elől az egerek is igyekeznek a házunkba kvártéozni magukat. A pockok nagyon aranyosak, csak hogy sok gabonát elpusztítanak és szer fölött szaporák. A vakond viszont kártékony rovarokat fogyaszt. A nyest a padláson szeret tanyázni, s időnként szörnyű pusztítást végez a baromfi udvarban. A róka ma már olyan szemtelen, hogy egészen a házunkig merészkedik. Kertünkben gyakran megtelepszik a mókus, és nem ritkán a süni is megjelenik hűséges ebeink nem kis bosszúságára. Akármilyen mérgesek is rá a kutyák, nem tudnak ártani neki, mivel tüskés gombóccá húzza össze magát. Évmilliók folyamán a környezet és az élővilág között harmonikus egyensúly, összhang alakult ki. Amióta ember él a Földön, igyekszik birtokba venni annak kincseit, s kialakítani saját mesterséges környezetét. A természet nagy mozaik játékában azonban, ahol minden lapocska illeszkedik az összes többihez, a beavatkozás következményekkel járhat. Az összhang ma már csak az ember közbeavatkozásával tartható fenn. A természet szeretete segít nekünk e feladat megoldásában. Tiéd a kor, hogy titkukat kitárva, Úr légy a teremtett dolgok felett, és lelkedből áradjon a világba türelem, béke, hűség, szeretet. Perceidet az idő tova hordja, s mind teljesebbé gyarapszol naponta.